Következő beszélgetésünk témája a munka értékessé és hasznossá teheti életünket. Azt olvassuk a Biblia első lapjain, hogy Isten az embert az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt. Tehát tevékenységre, hasznos tevékenységre teremtett bennünket Isten. Tapasztaljuk-e ma is a munka örömét és áldásait? Első hallásra kicsit megütközhet a fülünk azon, hogy hogy jön össze a munka és az öröm, vagy a munka és az áldás. Ugye ez nem mindig jár együtt, főleg legtöbbször inkább nem. Nekem a leginkább az öröm munkába az a kertészkedés, és már nagyon vártuk, hogy kijöjjön a tavasz. Nagyon szeretek ültetni, nagyon szeretem várni, hogy mikor nő ki az a kis magocska, amit elvetettünk. Ez valóban öröm, és nagyon sok fáradtsággal jár együtt. Emlékszem, még múlt évben kismamaként pocakkal is ott gazoltam a kertbe, és mindenki megállt, hogy hogy bírod meg, na hát, hogy miért csinálom, és hát persze fárasztó volt, de nagy öröm volt az, hogy utána a termet, hogy betakaríthattuk a termést, láttuk a munkánk gyümölcsét. Talán ez, ami örömet ad a munkába, hogy látjuk, hogy van értelme, hogy a befektetett erő az megtérül. Tehát még ha fárasztó is egy kicsit, most már ugye nem az édeni körülmények között dolgozunk, mégis van öröm a munkában, és mégis tapasztalhatjuk némileg az áldásait, tehát az eredményét is láthatjuk. Minden munkával így van ez? Hát ez jó kérdés. Én csak azt tudnám mondani, hogy két nappal ezelőtt kifestettem otthon a konyhát. Kicsit féltem tőle, mert nem tudok olyan szépen glettelni, mint a szakemberek, de aztán nekirugaszkodtam, és hát a feleségem meg a gyermekeimnek a hálája az mindenért kárpótolt, és sikerült is szépen megcsinálni. Hát igen, vannak valóban látványosabb munkák, amelyek jobban vonzanak bennünket, és vannak kevésbé, de azért ez kétségtelen tény, hogy mindnyájunknak sikerélményt ad, az önbecsülésünket növeli, egy kicsit értelmessé gazdagabbá teheti az életünket. Ugye említetted, hogy a munka az vajon Édenből eredő ajándék, és úgy töprengtem sokat azon, hogy vajon milyen lehetett az első emberpárnak ez a tevékenysége. Valószínűleg össze nem lehet hasonlítani a mai izzadságos munkával. És hát az az igazi, amikor az ember az életben megtalálja azt a tevékenységet, ami neki nem csak munkát jelent, hanem kikapcsolódást és örömet is. Ugye a mi világunk álmodozik a semmittevésről, ugye fiatalok közt járva is ugye léptennyomon halljuk, hogy alig várják, hogy hétvége megérkezzen, hogy aztán hanyat vágódjanak az ágyon, vagy ki tudja, mit csináljanak. Egyébként nagyon érdekes, hogy a híres magyar származású orvos professzor Seje János, akit a stressz elmélet atyának is neveznek, a Stressz, Distressz nélkül című könyvében azt írja, hogy emlékezzünk arra is, hogy a tevékeny kikapcsolódás a munka felcserélése valamilyen más foglalatossággal gyakran pihentetőbb, mint a teljes nyugalom. Kevés dolog van, amely oly mértékben kelti a hiába valóság érzését, mint éppen a teljes tétlenség, amikor nincs semmilyen inger, semmilyen kihívás, amire válaszolhatnánk. Mint orvos, számtalan esetben találkoztam ezzel a jelenséggel olyan betegeknél, akik valamely fájdalmas, gyógyíthatatlan, tétlenségre kárhoztató betegségben szenvedtek. Azok, akik a teljes nyugalomban kerestek enyhülést, szenvedtek a legelkeseredettebben, mert szüntelenül csak reménytelen állapotuk járt eszükben. Míg azok, akik a lehető legtovább megtartották aktivitásukat, erőt merítettek a mindennapi élet apró feladataitól. Tulajdonképpen még ha fárasztó is egy munka, egy tevékenység, mégis a javunkat szolgálhatja, ugye ez a példa is erre utal.
Tehát hogyan szolgálhatja akár testi, akár lelki egészségünket a hasznos tevékenység, munkavégzés? Emlékszem, egyszer találtam egy idézetet az interneten, hogy a házi munka az egyetlen olyan munka, amelyet csak akkor vesznek észre, ha nincs elvégezve. És ugye hát most, hogy megszületett az első gyermekünk, és fél éves, hát nekem teljesen át, igaz, csak egy gyermekünk van, de teljesen át kellett alakítani a napi rendünket, hogy tudjam valahogy végezni mellette a házi munkát. És én az a szöszmötölős típus vagyok, aki mindent részleteibe szépen letakarít, élére állít, és hát ennek az időszaknak vége kell, hogy érjen, és hát nem is baj, mert ez ugye nem vezet sehová. Az biztos, hogy ha sikerül jó időbeosztást készíteni, elgondolni, és ahhoz tartani magunkat, az nagyon nagy örömet jelent, és tényleg valóban, ahogy említetted, és növeli az önbecsülésünket, és erőt ad ahhoz, hogy a következő napokban is így végezzük a feladatainkat, hogy ne csak teherként éljük meg, hanem egy feladatnak, amit elvégzünk, és utána van időnk más dolgokra is, más időtöltésre. Eszembe jut középiskolás koromban az úgynevezett nyári termelési gyakorlaton olyan munkát kellett végeznünk, amitől minnyájunk haja az égnek állt. Egy futószalag ment előttünk, és a székesfehérvári Videoton gyárban egy csavarra kellett egy alátétet ráhelyezni. És nem is volt probléma addig, amíg a századikat rátettem, talán még a 300-nál sem, de amikor az ezredikkel kellett küszködnöm, tehát akkor már nagyon vártam, hogy vége legyen. Nyilván egy olyan világot élünk, ahol nem válogathatunk a tevékenységeink között, de amennyire tőlünk telik, törekedni kell arra, hogy valami örömet lássunk a leghétköznapi munkában is. Egészen meglepődtem, amikor az előbb említett Sejé Jánosnak a Stressz Distressz nélkül című művében megtaláltam ezt a mondatot, hogy tevékenységünket kimerítő munkának, vagy pedig szórakoztató játéknak találjuk, az nagyrészt csupán saját hozzáállásunktól függ. Törekedjünk legalább arra, hogy baráti viszonyban legyünk munkánkkal. Eszményi állapot, ha megtaláljuk a nekünk való játékfoglalkozást, amely lehetőleg épp olyan kellemes, mint amilyen hasznos és eredményes. Hát az nyilván keveseknek adathat meg, de ha sikerül ide eljutni, hogy legalább baráti viszonyba kerüljünk azzal a tevékenységgel, már is könnyítettünk a lelkünkön, meg valószínűleg a körülöttünk élők lelkén is. Lehet a mosogatásban is fantáziát találni, vagy bármiben meg lehet találni annak a szép nemes oldalát. Már ugye a legnagyobb csapás az ember részére az, amikor már haszontalannak érzi magát. És emlékszem egy idős nénire, aki megvakult, és hát úgy fizikailag is már rossz állapotban volt, és ő addig nagyon tevékeny életet élt. Sokat segített másokon, tehát ugye az egész életét így élte le. És teljesen magába roskadt, hogy ő most már nem jó semmire. Hogy nem is lát, és sőt rászorul másoknak a segítségére, hogy ez őt annyira megterhelte lelkileg. És úgy próbáltam a lelket tartani benne, és elmondani neki, hogy talán a legnagyobb munkát ő végezheti. Hiszen kérheti Isten segítségét másoknak az életére, munkájára. És attól kezdve egy kicsit úgy föllelkesült, és mindig kérdezte, hogy most éppen miért imádkozzon, és hát a beszámolót is mindig várta, hogy vajon volt-e eredménye az ő imájának, tehát hogy valamennyire ő is részt vehetett a munkában, ha mással nem, akkor azzal, hogy imádkozott. Tehát tényleg azt tapasztaljuk, hogy az emberek bár sokszor tiltakoznak és húzódoznak a különböző munkavégzések elől és alul, de amikor arra vannak ítélve betegség vagy egyéb ok miatt, hogy nem tehetnek semmit, akkor az nagyon rossz, nagyon
pusztító módon hat az ember testi, lelki egészségére. Viszont sajnos, hogy ebben a világban mindenhol azt látjuk, hogy végletekben élünk. Mit tapasztalunk ezen a téren is? Milyen végleteket, és miért van általmára, kárára az embernek? Akár a túlzott, túl terhelő munka, akár mondjuk a tétlenség. Szerintem ugye a lustaság, ahogy az előbb ez az orvos professzor megfogalmazta, degenerál és visszafejleszt és elveszi előbb-utóbb az életkedvet is az embertől, míg hát nem kevésbé veszélyes a másik véglet, amikor olyan fordulatszámon pörög egy ember, talán egy keresztény, ami rendkívüli módon megterheli az idegzetét, sőt, teljes kiégéshez vezethet. Én nagyon szeretem azt a híres 3000 éves kijelentését Salamonnak, hogy jobb egy teljes marok nyugalommal, mint két maroknak teljessége, nagy munkával is, és lelki gyötrelemmel. Hát bizony sokszor a hajtások, a második, harmadik műszakok mögött az elégedetlenség húzódik meg, nem mindig, de rengeteg esetben erről van szó. És hát az a szomorú, hogy ezt a pörgést, ezt emberek megszokják, és átviszik valamiképpen a, hogy így mondjam, a vallás világára is. Engem nagyon elgondolkoztatott Ellen White-nak ez a sora a Jézus élete című könyvében, amikor azt írja, hogy a rabbik felfogása szerint a vallás lényege mindig a lázas tevékenykedés volt. Ragaszkodtak bizonyos külső cselekedetekhez, hogy kimutassák fölényes kegyességüket. Lelkük így elszakadt Istentől, önelégültségük növekedett. Ma is fennáll ugyanez a veszély. Mihelyt fokozódik az ember aktivitása és Istenért végzett munkáját siker koronázza, megjelenik a veszély, hogy emberi tervekben és módszerekben fog bízni. És az utolsó mondat, egyre kevesebb lesz az ima, megcsappan a hit. A tanítványokhoz hasonlóan minket is fenyeget a veszély, hogy szem elől tévesztjük függésünket Istentől, és tevékenységünkből akarunk üdvözítőt faragni. Hát erre gondolok itt. Nagyon jól ismerjük, bevonult ugye a köztudatba a munkamánia, meg a munkaholizmusnak a fogalma. Igen, mondjuk ki csak bátran, rengeteg ember egyenesen önmaga elől, a gondolkodás, a lelkismeretes számvetés elől menekül a munkába, mert talán még az is jobb, mint sem, hogy szembenézzen a saját lelkismeretével becsületesen. Igen, és ugye sajnos ez igaz, hogy még a jó célokért való munkában. Tehát amikor úgymond az ember másokért tesz valamit, ebben is lehet túlzásokba esni, és ez sem igazán jó hatással van ránk. Sokszor azért is kerülünk ebbe a végletbe, mert vannak ilyen emberi elvárások. Tehát ahogyan ugye ez az idézet is szólt, hogy igen, azt tekintik igazán valakinek, aki úgy éjjel-nappal dolgozik, és állandóan ebben a lázas tevékenységben él, és hát ugye jó ügyért dolgozik, és tönkre megy a jó ügy szolgálatában a végén. Tehát az egy áldozat lesz, és csodálják az emberek. És Istennek nem biztos, hogy ez a szándéka, sőt, ő azt szeretné, hogyha mi nem tönkre mennénk, hanem ami számunkra könnyű és gyönyörűséges legyen, ahogyan Jézus fogalmazza a jó dolgoknak a szolgálata. Ugye és sokszor ugye azt nézzük, hogy van-e eredménye, ezen mérjük le, van-e értelme annak, amit teszünk. Vajon mitől függ? Tehát mitől függ a munkánk eredményessége? Mitől függ az, hogy Isten áldása
van-e a tevékenységünkön, hogyan, mikor tapasztalhatjuk ezt? Én azon gondolkodtam, hogy milyen szempontból vagy szemszögből nézve eredményes egy munka. Világi szempontból eredményes az egy munka, ami kevés befektetéssel nagy eredményeket érünk el, ami sok pénzt hoz, ami látványos, és viszont a menny szempontjából teljesen más, hogy eredményes egy munka. Lehet, hogy nem is látunk semmit, akár egész életünkben, hogy az elvégzett munkánk, esetleg amit másokért végzünk, az hatással van-e rá. Mégis a menny értékes munkának tartja, mert valaminek az előkészítése is. Nem szabad, hogy elkeseredjünk azon, ha nem látunk egyből, vagy nem tapasztalunk eredményeket. Nem könnyű ez a kérdés, amit felvetettél, hogy mikor tapasztaljuk azt, hogy tapasztalhatjuk azt, hogy az Isten áldása van rajtunk. És én tulajdonképpen jó néhány év után jöttem rá a válaszra, mert szerintem a válasz, legalábbis a pillanatnyi gondolataim szerint, az indítékok tisztaságán múlik. Tehát az a nagy kérdés, hogy egy-egy tevékenységben engem mi vezérel. Hogy elvárják tőlem, már csak nem fogom lemondani, mit szólnának hozzá, vagy fú, de jó, ezért biztos jár valami megbecsülés vagy elismerés. Az egyetlen indíték, ami az Isten előtt elfogadható, az az önzetlenség. Hogyha azzal, amit teszünk, reménység szerint másokon tudunk valamilyen formában segíteni, ha jár érte elismerés, ha nem. Ha értékeli a körülöttünk élő világ, ha nem. Szóval az a Kolossi levélben származó íge, hogy valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Ez azt hiszem, hogy minnyájunknak a mai napig nagy kihívás. Hát igen, és tényleg sokszor nem igazán látjuk az értékét és értelmét annak. Ugye rengeteg ember küzd egy életen keresztül, és dolgozik, és sokszor azt látjuk, hogy nem is igazán tudja élvezni a munkájának a gyümölcsét. Tehát belerokkan, ugye az elvárásoknak úgymond eleget tesz, saját elvárásainak is nyilván. Ugye van egy ilyen nagyon megdöbbentő kijelentés az egyik Zsoltárban, hogy mindezt sokszor hiába teszik az emberek, hiába kelnek föl, ezt mondja, hogy hiába nektek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének, tehát szeretteinek, akár álmában is áld eleget Isten. De így kezdődik, hogy az Úr nem építi a házat, akkor hiába dolgoznak rajta az építők. Nyilván föl fog épülni a ház, de sok köszönet nem lesz benne, vagy nem fogják tudni élvezni annak az örömét már. Tehát ezt látjuk, hogy az emberek fáradoznak, dolgoznak, küszködnek, és valahogy nincs ott mégsem ez a békesség bennük, ez az öröm. Tehát, hogy az Isten áldása lenne rajta, és nyilván a magunk esetében is jó ezt átgondolni, nem tudom, hogy te ezt hogy tapasztalod, tehát, hogy mit tehetünk azért, hogy valóban legyen értelme, ha nincs is azonnali eredménye, mert nagyon sok olyan munka van, aminek nincs azonnal eredménye. Nyilván azt jobban szeretjük mi is, de amikor ezt nem látjuk, de hogy mégis legyen értelme. Tehát mit tehetünk mi ezért? Onnan közelíteném meg, hogy nekem bátorító, de egyben szomorító is, ha Jézus életét megnézzük, aki tökéletes volt itt a Földön, és tökéletesen végezte is a munkáját, és hogyha földi szemmel nézzük, hogy eredményes volt-e a munkája, vagy sem, hát többen voltak, akik elfordultak tőlem, mint akik odafordultak hozzá, vagy követték volna követték volna őt, vagy Istent. Amikor én elkezdtem a munkás éveimet, akkor én takarítónőként kezdtem, és hát voltak nehézségeim is, meg hát
nem is annyira szerettem, de valójában hálás voltam érte, hogy még ez a munkám is van. És akkor találtam egy Biblia verset, ami akkor nagyon nagy erővel töltött el, és azt szeretném felolvasni. Ez a Példabeszédek könyve 22. részének a 22. részének 29. verse. Láttál-e az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt állandó, nem marad meg az alsó rendűek között. És ez olyan bátorító volt, hogy az Isten, ebbe tudunk csak bízni, mikor nem látjuk a munkánk eredményességét, hogy ő értékeli a mi szorgalmunkat, hogy mi nem fogunk kenyér nélkül maradni, aki hisző benne, és lelkiismeretesen végzi bármilyen munkát, amit éppen kap az élettől. És aztán én is kaptam minden, majdnem második évben újabb feladatokat, amik több felelősséggel jártak, ugyan több nehézséggel is, de több örömmel is. Igen, azt látjuk Jézus életében és tanításaiban, hogy ő nagyon megbecsülte a munkát, ugye, mint ember és fiatalember, ő is részt vett a család fenntartás feladataiban. Ugye tudjuk, hogy ácsmesterként dolgozott, és ő hivatkozhatott volna arra, mint ahogyan manapság sokan ezt teszik, hogy hát én nem erre hivattam, nekem tanulnom kell, vagy nekem, mert ugye más feladatom van, én ilyen munkához nem nyúlok hozzá. Jézus mondhatta volna, hogy én a mennyből jöttem, és nekem egészen más feladatom van ezen a földön. De ő nem tette, sőt, én úgy gondolom, hogy nagy örömmel és alapossággal végezte el az ácsmester munkáját is, mert példát akart nekünk adni, és mert ő is ki akarta venni a részét a család fenntartásából. Ez is olyan munka volt, ami hát egy ilyen mindennapos, és nem kap külön elismerést az ember azért, mert valamit jól készít el, az egy természetes dolog. Tehát Isten áldása lehet a legegyszerűbb, a leghétköznapibb munkán, és nem kell ahhoz nagy dolognak lenni, nem kell, hogy mondjam, híres embernek lenni, ahhoz, hogy valaki munkája értékes lehessen. Jézus külön megemlíti, hogy ő értékeli a legkisebb, úgymond, talentumot is, még azt is, hogyha valaki egy pohár vizet ad valakinek szívességből. De ha már ugye Jézus tanításait gondoljuk át a munkával kapcsolatban, ugye ő arról is beszélt, hogy van olyan munka, ami fontosabb a létfenntartásunkért végzett munkánál. Tehát ami maradandó, ami az örökké valóságon keresztül is érezteti a hatását. Mit mondhatunk, hogy milyen munka, milyen feladat ez, amit Isten mindannyiunkra ránk bízott, és ami valóban kihat az örök életre, aminek a hatása nem mulandó. Ugye állítólag a stresszkutatók szerint 45-50 éves korban merül fel az ember életében először komolyan az a kérdés, hogy hamarosan eltávozunk az élők sorából, és vajon hagyunk-e valami nyomot magunk után. Így is föltetjük a kérdést, hogy volt-e valami értelme, valami olyan értelme, amire Mózes is célzott ebben a híres 90. Zsoltárban, hogy a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. Bocsánat, egy kis apró dolgot hadd említsek meg. Néhány évvel ezelőtt otthon egy ilyen beton kis födémet készítettünk el, ahova majd kirakhatjuk a két kis padot, hogy gyönyörködjünk a virágokban, meg a gyümölcsfákban, meg a kedvenc rigómban ott a fa tetején. És volt egy ilyen gondolatom, hogy a betonba belerakom a jobb kezem lenyomatát, hogyha majd elmúlok, akkor hagyjak valami nyomot magam után.
Persze nem jutott eszembe, hogy azt majd valamikor le fogjuk burkolni, ha lesz pénzünk egy kis járólapra, és a nyomon megmarad. Hát persze azóta már mosolygok ezen a dolgon, de rengeteg ember küszködik ezzel a kérdéssel az életében, hogy tényleg mi végre volt, amit... Gyermekeink is eltávoznak előbb-utóbb az élők sorából. Ténylegesen mit hagyok magam után, illetve mit sem? Találtam a Biblia tanulmányunkban egy érdekes gondolatot, ami úgy nagyon szíven talált, és szerintem mindenki így van vele, aki végig gondolja az élet értelmét és a mulandóság fényében. Ezt írja a szerző: a Biblia szerint világunkban egyetlen maradandó érték létezik, az önzéséből kigyógyult, szeretetteljes emberi jellem. Vagyis, mivel nagyon jól ismerjük Dániel könyve második fejezetében, hogy ez a bizonyos szoborkolosszus, az egész emberi civilizáció úgy, ahogy van, le fog tűnni a világegyetem, a föld színpadáról, egyetlen egy dolog marad meg. Ugye van egy híres üdvadventi ének, hogy egy dolog, egy megmarad, mit Jézus értettél. Ennek a fényében az ember rá kell, hogy döbbedjen arra, hogy valóban egy dologért érdemes felettébb komolyan küzdeni, a saját életének a megtisztulásáért és az Isten országára való alkalmassá válásáért, illetve másokat ugyanebben segíteni. Ez az a tevékenység, ami az örökké valóságra szól. Semmi más egyéb nem marad meg. És azért ez valahol döbbenetes dolog. És talán még valamit hadd fűzzek hozzá, nehogy azt gondoljuk, hogy ebből az következik, hogy mindenféle úgynevezett Isten szolgálat az örökké valóságnak szól. Ha végig gondoljuk becsületesen, őszintén, hogy eddig életünkben hány ige hirdetést hallgattunk meg. Én visszagondoltam rá, 33 éve járok rendszeresen gyülekezetbe, olyan 1500-2000 ige hirdetést minimum hallottam, körülbelül ugyanennyi előadást, ebből mennyi formálta alapvetően az életünket? Hát nagyjából meg tudjuk számolni az egy kezünkön. Azok a dolgok maradnak meg az örökké valóság számára, amelyek valóban kristálytiszta indítékból történnek, és megnyugodhat rajtuk az Isten áldása. Nekem ilyen bibliai történetek jutnak eszembe, mint például a szegény asszony két fillére. Ott voltak az adakozó emberek a jeruzsálemi templomnál, és jött ez az asszony, komoly áldozatok árán tudta félretenni ezt a pénzt, úgy rakta bele, hogy senki észre ne vegye, és Jézus megörökítette őt az örökké valóság számára. És rengeteg embert inspirált a történelem folyamán hasonló önzetlenségre. Valóban igaza van Jézusnak, többet vetett, mint a gazdagok. Vagy eszembe jut egy Mária Magdalénának az esete. A szeretetét, a tiszta ragaszkodását a Mesterhez, miután közölte ott többekkel, hogy hamarosan meg fog halni, valahogy ki akarta fejezni ezzel a nárdus kenettel, aminek az értéke több százezer forintra becsülhető, eltörte örömmel, odaszánta. Jézus megörökítette őt az örökké valóságba. Vagy eszembe jut még az Ószövetségből egy kislánynak az esete, a híres szíriai Naámánhoz, egy szíriai fővezér által foglyul ejtett izraeli kislánynak az esete. Milyen érdekes, hogy egy kisgyereknek ez a párját ritkító jó indulata, ami az ellenség iránt megnyilatkozik, megörökítést nyert. És amíg ez a világ, ez az önzetlen cselekedet befolyásolni fogja a keresztények millióit. Szóval igen, azok a cselekedetek maradandóak lesznek, örökkévalóak, amelyeket valóban az Isten indítása alapján kristálytiszta indítékokból végzünk. Ezeket ő megőrzi, bárcsak egyre több lenne ebből az életünkből.
Tehát ugye ezek szerint az marad meg örökké, amivé lettünk, ugye Krisztus által, amit mások életében, mások megmentéséért valóban önzetlenül teszünk, és nyilván azonnal az eredményt itt se láthatjuk. Jézus tett egy ilyen kijelentést is, hogy egy a szükséges dolog. Tehát egyet is a munkával kapcsolatban mondta, nyilván ott se tétlenségre akart buzdítani senkit, viszont felhívta a figyelmet arra, hogy ezek múló dolgok. Amit mi építünk, készítünk, akár kertészkedünk, szóval bármit teszünk, van ugyan hatással környezetünkre, saját magunkra, de mégiscsak elmúlnak. Tehát, tehát mi az, amit azért még tehetünk embertársainkért esetleg, ami szükséges dolog, azon kívül, hogy hallgatjuk Jézus tanítását, és hogy hát valóban hagyjuk, hogy ő formáljon bennünket. Az első korintusi levélben azt olvassuk, Pál apostol azt írja, hogy mert Isten munkatársai vagyunk, Isten úgy tekint ránk, és azt szeretné, hogy amilyen munkát ő végez, abban mi is itt részt vállaljunk, és azt folytassuk, amit ő kér tőlünk. Nagyon fontos az, hogy bemutassuk nekik azt, hogy Isten valójában kicsoda, hogy van egy lehetőségük arra, hogy az életük megváltozzon, hogy elgondolkodjanak az ő életükön, hogy végül is merre tartunk, hogy ők hová tartanak. Isten munkatársa bárki lehet. Egy egyszerű ember, egy idősebb, egy fiatalabb, bárki képzettségétől függetlenül, aki őszinte indítékból meg szeretné ismertetni az Istent az emberekkel. Ugye Mózes azt kérte Istentől, a 90. Zsoltárban olvassuk, hogy a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá, és ezt ugye újra megismétli. Tehát ugye erre vágyik az ember, hogy maradandó legyen az, amit tesz, és amit másokért teszünk, ugye ahogy itt el is hangzott több oldalról megvilágítva, az az igazán maradandó, amit szívből teszünk, amit szeretetből teszünk, és amiről tulajdonképpen Krisztus is ezt mondja, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál.